A kórus nyitotta meg a Fusz János Zeneiskola hagyományos adventi koncertjét Tolnán, a katolikus templomban. Az eseményt 3 év után tudták újra megrendezni, hiszen az elmúlt időszakban a koronavírus járvány és az online oktatás miatt nem lehetett megtartani ezeket a rendezvényeket. A koncertnek az első felében Kodály Zoltánra emlékezünk, a születésének a 140. évfordulójára. A kórus fog népdalokat előadni a legismertebb daljátékából, a Hári Jánosból, illetve Kodály művek fognak felcsendülni, a második felében pedig karácsonyi hangulatú dallamokat fognak hallani, illetve látni. Köztük természetesen klasszikus művek is fel fognak hangzani. Hogy azért tartjuk itt a templomban, mert itt nagy a férőhely, sokan elférnek, illetve maga a hangulata az nagyon vonzó és nagyon szeretettel teli. Úgyhogy a karácsonyi hangverseny meg az évvégi, hagyományos évvégi zárókoncertünket is itt tartjuk. Köszönjük természetesen a Ravasz Atya plébánosnak. Hát az iskolának a 20-30%-a itt van, hisz a kórus nagyobb létszámmal fog énekelni, mellette 10 fölötti növendékünk fog játszani, 15 körülbelül. Hát nem egészen a 30%-a, de azért jó pár gyermek énekelni fog, és hangszereken játszani. Készülünk az adventre, a karácsonyra. Egy kicsit a karácsony ünnepét közelebb hozzuk a gyerekeknek. Újfent egy lehetőség arra, hogy megmutassák magukat, szereplési lehetőség, meg egy ilyen családi hangulatú koncertet szerettünk volna. Mindenféleképpen. Ez a célunk, hogy ráhangoljuk a nézőket a karácsonyra. A gyermekek meg a növendékek meg megszokták a fellépéseket, főleg ebben az időszakban rengeteg rendezvényen, kiállítás megnyitón, véradű ünnepségen, karácsonyi, óvodai karácsonyon szerepeltek, úgyhogy most a teljes mértékben benne vannak ebben a hangulatban. A karácsonyra hangolódáson kívül más célja is volt az eseménynek. Mint minden évben, idén is a zeneiskola javára gyűjtöttek. A bejáratnál kihelyezett dobozba várták az anyagi támogatást a koncert alatt. Az alapítvány szeretettel fogadja az adományokat, hisz lesz nekünk egy négykezes zongora találkozónk, amire természetesen az alapítvány segítsége, támogatása kell, hogy meg tudjuk valósítani.